Új magyar teniszcsillagok születtek a hétvégi Davis kupán, ahol bár a magyar válogatott 3-2-re kikapott a csehektől, hősies küzdelemben helytálltak a sportolók. A rövid összefoglaló után ezzel folytatjuk. Piros Zsombor bravúrjával kezdődött a találkozó. A magyar játékos több mint 4 órás csatában 5 játszmában győzte le a több mint 300 világranglista helyjel előtte álló Irzsi Veszelit 1-0 csehek ellen. Valkusz Máté 3 játszmában kapott ki Lukás Rosholtól, majd a páros mérkőzésen ismét kisebb csoda történt, amikor a Borsos Gábor Nagy Péter kettős 0-2-ről fordítva nyert 3-2-re a román Jebavi Lukás Rosholt duó ellen. 2-1 a csehek ellen. Attól függetlenül, hogy elment a két szett, végig hittünk benne, hogy ez meg tud fordulni. Tudtuk, hogy ha a harmadik szettet megnyerjük, akkor óriási tombolás lesz a közönség, és a csapattársak által fogjuk látni a segítséget. Úgyhogy amikor a negyedik szettbe brékeltünk, én úgy gondoltam, hogy gyakorlatilag mi vagyunk, akik ezt meg tudjuk nyerni. Valkusz Máté nagyot küzdött Veszeli ellen, de 4 játszmában így is kikapott. 2-2. Vezettem, ugye első szettet megnyertem, második szettben brékelőnyöm volt 2-0, és ott egyszerűen azt mondta testem, hogy nem bírja tovább, kikapcsolt, és ez egy másfél egy szettig tartott. Ha ez nincs, akkor azt mondom, hogy ez egy nyerhető meccs lett volna. Piros Zsombor küzdeni akarásával sem volt gond, de Rosszol legyőzhetetlen volt. 3-2-re győzött a cseh csapat. Legalábbis egyelőre. Köves Gábor, a Magyar Davis Kupa csapat szövetségi kapitánya a stúdióban. Jó estét kívánok, üdvözlöm. Jó estét. És hát mondjuk el a nézőknek, hogy ide vártuk természetesen erre a mai beszélgetésre Piros Zsombort is, ő azonban betegség miatt igazoltan van távol, úgyhogy ezúttal is mielőbbi gyógyulást kívánunk neki. Kapitányon ugye Fucsovics Márton döntése, illetve Balázs Attila sérülése miatt részint, jól tudom én, hogy a kényszer is szülte a válogatott keretet, összességében mennyire volt elégedett a fiúk teljesítményével? Hát a rendelkezésre álló játékosok nagyon jól teljesítettek, és tényleg várakozáson felül jól játszottak a hétvégén. Közel kerültünk ahhoz, hogy esetleg ugye nyerni is tudjunk, sajnos ez nem sikerült, de 2 mérkőzést 5 játszmában meg sikerült nyerni, ami hát azért elég nagy dolog egy ilyen csapat ellen, akik a legjobbjaikkal álltak föl. Hát igen, és azért, hogy itt számszerűsítsük a dolgokat, mondjuk el a nézőknek, hogy ugye Piros Zsombor pénteken is Veszelivel játszott, aki jelenleg a 91. a világranglistán, Zsombor pedig a 419. Óriási küzdelem volt erre, ugye kitértünk itt az iménti kis bejátszóban is. Fizikailag vagy mentálisabb, nehezebb az ellenfelet ilyen esetben, tehát tudva ott a gondolatok között, hogy mekkora legalábbis a világranglista helyezésben a különbség a kettejük között legyőzni vagy leküzdeni? Ez egy komplikált dolog, én úgy gondolom, hogy mind a kettő. Egy játékosnak ugye el kell hinni azt, hogy egy nálánál jobban rangsorolt, erősebb ebben egy jegyzett teniszező ellen jól tud teljesíteni, és hát erre kész kell lenni, felkészültnek kell lennie, hogy ezt meg tudja csinálni. Zsombornak hatalmas szíve van, és ugye még nem játszott 2 meccset a Davis kupában ezelőtt, a hétvég előtt. Nagyon-nagyon oda tette magát, és 4,5 órás mérkőzésen tudta legyőzni Veszelit, és így megadta az alaphangot a hétvégére. Valkusz Mátét mivel tudta a cseh Lukás Rosszol legyőzése után, ugye korábbi top 50-es játékosról volt szó, biztatni? Ilyenkor az edzőnek, a szövetségi kapitánynak mi a feladata? Mennyi idő alatt tudja egy idézőjelben helyre rakni a játékost? Igazából a játékával nem volt probléma, neki mindig is az volt a gond, nála mindig is az volt a gond, hogy nem találták meg azt, hogy miért is vannak fizikális problémái, és az étkezésén változtattak. Sok minden volt az utóbbi másfél esztendőben, de rengeteget fejlődött, és a fiatalok közül, ugye Zsomborról is róla beszélek, ő áll most jelenleg jobb helyen a világon, és az első 300-on belül van bőven, és én azt vártam, hogy ő ki tudja hozni magából a maximumot az első mérkőzésen, ez sajnos nem sikerült, hiszen ő is debütált ezen a hétvégén, a 2 meccsen, és talán egy picit ideges volt az elején, nem tudta kihozni magából a maximumot. Tehát az volt a dolgom a vasárnapi mérkőzésre, hogy megnyugtassam, próbáljam elhitetni vele, hogy ugye semmi gond nincs azzal, hogy pénteken nem ment a játék, össze tudja magát szedni a vasárnapi meccsre, és ez meg is történt, szenzációs teljesítményt nyújtott 1,5 órán keresztül, utána viszont
beállt sajnos az a krach, ami ugye nála elég sokszor, hogy egy korábbi görcs élmény miatt úgy érezte, hogy megint görcsbe áll valami a mérkőzés folyamán, és ez mentálisan egy kicsit leblokkolta, és vissza kellett hozni a mérkőzésbe úgy, hogy későbbiek folyamán sót kapott, és tehát ásványanyagokat kapott, hogy helyreálljon a szervezete, és ez sajnos már túl késő volt, 5-1-ről még 5-4-re visszajött a negyedik játszmában, de nem sikerült megfordítani a mérkőzést. Igen, és azért itt van még egy tényező, ez pedig a hazai pálya előnye vagy hátránya. Úgy látszik, hogy erre sincs egy egységes recept, hiszen nem egyformán hat ez sem a játékosokra. Ugye Valkusz Márti esetében történt, ami történt, viszont hogyha már itt a debütálók között, vagy debütálókról beszélünk, akkor ugye a párosról is ejtsünk azért néhány szót, mert Borsos Gábor puskáznom kell, mert rengeteg itt az információ, és Nagy Péter szintén elsőként debütált, ők viszont szenzációsat játszottak. Tehát feléjük meg, mintha lejtett volna a hazai pálya előnye. Szóval a hazai pályának mekkora szerepe van ilyenkor? Hát abból a szempontból is nagy szerepe van, hogy a pályaválasztó adhatja meg, hogy milyen pályán játsszák a mérkőzést, és ebből a szempontból szerencsénk volt a csehekkel szemben, hiszen ugye salakpályán nőttek fel a mi játékosaink, és itt ilyen borításon játszhatunk. Visszatérve a párosra, Borsos Gábor és Nagy Péter elveszített az első két játszmát, igazából még nagyobb különbség volt ranglista szerint a szempontjából a két páros között, viszont talán életük teniszét nyújtották a harmadik szetben, és akkor mondtam nekik, hogy ha ezt folytatjátok, akkor lehet esély a győzelemre, és most nem azt mondom, hogy megfogadták a tanácsomat, mert ez nem állja meg a helyét, hogy csak ennyire egyszerű lett volna a dolog, de elhitték azt, hogy lehet esélyük egy olyan páros ellen, akik azért szerintem, még hogyha így a szívemre teszem a kezemet, azt mondom, hogy ellenük akár 100-ból 90 meccset is mindenképpen meg kellene, hogy nyerjenek, ugye a ranglista alapján, meg a tudás alapján, de az adrenalin, a tanácsok, a közönség és a hihetetlen eltökéltség az azt eredményezte, hogy abszolút váratlanul meg tudták nyerni a mérkőzést. Apropó közönség, a közönség viselkedése mennyire tudja befolyásolni pro és kontra irányba a játékosok teljesítményét? Ugye, ha finoman fogalmazunk, igen, csak nagy volt a feszültség a közönség soraiban, és ugye nem egyszer, nem kétszer a bírónak is csendre vagy nyugalomra kellett a nézőket is intenie. Ez mennyiben tudja megzavarni, vagy éppen, hogy mármint a közönség lelkesedése, ellenkezőleg pozitív irányba elmozdítani, és pozitív irányba befolyásolni a játékosokat. Mindenképpen segítheti a játékosokat, főleg hazai pályán, ugye, mivel két fiatal játékos játszott nálunk egyénit. Nekik ugye a fizikumuk még nem olyan jó, olyan tapasztalatuk nem volt, hogy egy hétvégén 2-3 nyert játszmára folyó mérkőzést játszanak. Ugye a közönség egy kicsit tovább tapsol, tovább tudnak figyelni, buzdítják őket a pályán kívülről, és bekiabálnak, próbálnak segíteni, de ugye az nem megengedett, hogy a labdamenetek közben ugye beleszóljanak a mérkőzésbe, és ilyenkor ugye a hazai csapatot, vagy azt a csapatot, akinek a szurkolói közbe kiabálnak, büntethetik. Erre nem volt ugye példa a hétvégén, de ez egy szokványos dolog a Davis kupában, nagy szurkolás van, és egy nagy élmény lehet a pályán a játékosoknak is, hogy támogatják őket kintről. Ugye az örömteli események után azért egy picit beszéljünk a kevésbé örömteli eseményekről is. Ön korábban is utalt rá, hogy Hucsovics Mártonnal akár a bravúr is megtörténhetett volna hétvégén. Ön lát esélyt arra, hogy Marci visszatér a Davis kupa csapatába, vagy válogatottjába? Hát én úgy gondolom, hogy mindig fontos, hogy a legjobbak részt vegyenek egy nemzeti válogatott mérkőzésein, és nagyon remélem, hogy Marci, aki 9 évig oszlopos tagja volt a csapatnak, ő vissza fog térni, hogy mikor, azt nem tudom, ez a rajta múlik, azt hiszem, és hogyha így alakul, akkor szeretettel várjuk vissza, hogyha én leszek a kapitány, akkor én úgy gondolom, hogyha más, akkor más. De mindenképpen fontos lenne, hogy a csapat rendelkezésére álljon, hiszen olyan magas szinten kell, hogy játszunk, ahol ugye az egyes játékos nagyon sokat számít. Igen, csak ő meg azt mondja, hogy neki meg bizonyos feltételek meg kellene, hogy valósuljanak. Egyáltalán mára mennyire tisztázott és világos a kép, hogy ő tulajdonképpen miért hozta meg ezt a döntését. Ugye jó néhány héttel korábban megszólalt ő, aztán megszólaltak más neves játékosok is, sajtóban ment az üzengetés, ami nyilván ennek nem a megfelelő terepe. Mi történt pontosan? Tehát mi az, amivel nem elégedett Hucsovics Márton? Hát az mik azok a feltételek, amelyek nem teljesülnek az ő esetében?
Hát, hogyha ezt tudnám most így elmondani a kedves tévénézőknek és bárkinek, akkor nagyon okos lennék. Nem tőlem kellene ezt megkérdezni, hanem tőle. És, de szövetségi kapitányként nem beszélt vele ezekről a dolgokról, vagy nem fordult önhöz bizalommal? Személyesen nem beszéltem ezekről a dolgokról, csak azokról a dolgokról értesültem, amit mondjuk rólam is nyilvánosságra hozott, de azt hiszem, hogy ha személyesen találkoznánk, akkor ezeket a dolgokat pár perc alatt le tudnánk rendezni. Igen, még egyelőre nem sikerült, hogy a versenyem van most jelenleg. Biztos vagyok benne, hogy a közeljövőben, vagy a nem is olyan túl távoli jövőben esetleg erre sor kerül, de az igazság, hogy a másik része a dolognak az nem rajta múlik, tehát ő neki kell dűlére jutni, talán saját magával, hogy utána vállalja a játékot a nemzeti csapatban a későbbiekben, vagy sem. Hát csak kívánni tudom, hogy valamennyiünk érdekében így legyen, és gratulálok még egyszer a versenyzőinek. Köszönöm szépen, hogy eljött. Köszönöm szépen a meghívást.